A múlt szót emel a jövőért. Ezzel a címmel adta ki nyilatkozatot pécsi, illetve baranyai 56-os szervezetek. Az április 3-ai választásokhoz kapcsolódva döntöttek így a tagok, ugyanis, mint írják, a forradalom után a magyar nép ismét választás előtt áll. Most is aktivizálódnak a kommunista múlt szellemi örökösei, és újra a hatalom megragadására készülnek. Ezeknek a félelmetes és agresszív erőknek az a célja, hogy eltérítsék Magyarországot arról az útról, amelyen 12 éve halad. Folytatódik a nyilatkozat. A szervezetek delegátjai ezzel szemben kijelentették, teljes erkölcsi erejükkel támogatják azt a politikát, ami az elmúlt években úrrá lett az egymást követő válságokon. Magyarország minden polgára saját sorsában érzékelheti ezt a jobb életet, a biztonságot, a szolidaritást és ígéretes jövőképet. Ezt az érzést mi 56-osok határozottan és reménykeltően magunkénak valljuk. Szeretnénk és elvárjuk, hogy azok a honfitársaink, akik nem népben, nemzetben gondolkodnak, hanem beszűkült, önző szemléletükkel a nemzet sorsa iránt érzéketlenül, csak az egyéni boldogulásukat tartják szem előtt, belátnák, hogy ma nincsen egyéni út. Közösségekből felépülő társadalomban élünk, és csak együtt közösen biztosíthatjuk hazánk további boldogulását és reményteljes jövőjét. A mai kiélezett háborús fenyegetés idején mindezeken elgondolkozni, félretenni a korábbi nézetkülönbségeket, és a fenyegető káosz helyett a biztonságot és a stabilitást támogatni, megfontoltan helyesen dönteni, hazafiúi felelősség és kötelesség, hangsúlyozta dr. Debreceni László. Az elnök kiemelte, hogy a sorsdöntő országgyűlési választásokon a Fidesz-KDNP pécsi baranyai képviselőjelöltjeit, Hoppá Pétert és Kővári Jánost tartják alkalmasnak arra, hogy az általuk megfogalmazott célokért dolgozzanak.